Elnöki lemondás, majd eredménytelen tisztújítás, némi civakodás után most tiszta lap. Új vezetője van a hazai kerékpársportokat összefogó sportági ernyőszervezetnek. Micsoda szó. Madarász Gábor Ironman kerekes is volt, vezérkarába pedig bekerült Veszeloszk is volt üzletember és aki a port.hu főtulajdonosa volt korábban. Ők ketten most a kerékpáros sportági teendőkről beszélnek itt nálunk. Jó reggelt kívánok, sziasztok! Jó reggelt! Kezdjük akkor ott, hogy, hogy mi történt itt a, a kerékpár sportok tetején az elmúlt hónapokban, amire az előbb utaltam, ilyen rivalizálás folyt, meg szakágok civakodtak egymással, és ennek a vége. Én azt hiszem, hogy ami, aminek vége az, hogy egy belterjes vezetőség van a kerékpár sportban. Én azt hiszem, hogy a mi elnökségünkkel egy, egy, egy vérfrissítésen esett át a, a vezetés. Gyakorlatilag nem készültünk egyikünk se két hónappal ezelőtt, még eszünkbe nem jutott, hogy mi a sport elnökségében, illetve én az elnöki státuszban fogok landolni. Ez igazán azért történt így, mert, mert tényleg eléggé áldatlan állapotok uralkodnak, jogi helyzetek nem tisztázottak, pénzügyek, ilyen görgetett tartozások, ki tudja már honnan származó tartozások tűzdelik tele ezt a, ezt a sportot. És hát azt gondoltuk, hogy valamit tenni kell. Mi végigvittünk egy milenáris felújítási projektet a, a kormányzat felé, ezt az Istalmezőt 3-5 a nagy stadion melletti millenáris velodromról beszélünk, tehát megszavazta a kormány, hogy ezt. Benne van abban az olimpiai így van. központ fejlesztési tervben, van. Ami, ami az új Puskás stadionnal így, így van. Hát 2005-ben még arról volt szó, hogy a buldózerek elé kell állni, mert el fogják bontani a, a mi nemzeti értékünket, és gyakorlatilag a, a, a kormányváltás után elkezdtünk együtt dolgozni Balogáborral, miniszterelnöknek a, a sporttanácsadójával, aki, aki, támogatta a kerékpár sportban a mi törekvéseinket, ez egészen odáig ment el, hogy lett ebből egy kormánydöntés, és néhányan a kerékpársport körül úgy gondolták, hogy ha én végig tudtam vinni a munkacsoportommal egy ilyen projektet, ez egy közel 20 milliárdos beruházás lesz majd, hogyha elindul, akkor, akkor próbálja meg a magyar kerékpársportban is ezt a fajta szemléletmódot, ezt a projektorientált teljesítmény arányos vezetést behozni. És hát én azt hiszem, hogy, hogy ilyen a kerékpársporban nem volt, hogy a, a közgyűlés egy hangulat megszavazta az én jelölésemet. Én erre egyrészt nagyon büszke vagyok, másrészt ez egy, ez egy hatalmas felelősség. Akkor, Tehát... Gábor, mielőtt megyünk tovább, meg a piszkos anyagiakra is rátérünk, azt mondd már meg, hogy ez a millenáris velodrom beruházás, ez mikor lesz a jelenlegi tudás és tervek szerint nem pusztán makett? Mert makett van nehéz kerékpár. Én azt gondolom, hogy, hogy a, a, a legreálisabb az 18 2018. való kezdés, és 20-ra befejezzük. 2018-ban indul az építkezés, 2020-ban lehet benne versenyezni. Tehát tulajdonképpen, hogyha most kapnánk egy, egy, egy zöld jelzést, akkor akkor három éven belül ezt be lehet fejezni. Most ugye a, a tervezet szerint a, a mi a harmadik leszünk a, a területen, harmadik stadion. Ez gyakorlatilag sokakat így el, elkeserít, hogy milyen soká lesz ez. Mi azért lobbizunk egyébként, hogy legyen egy pályánk, valahol bárhol, egy 250-es fedett pályánk, ahol az élsportot el tudjuk kezdeni fejleszteni ez néhány százmilliós beruházást igényel, ez egy-két éven belül szerintem megvalósítható, hogy legyen Magyarországon bárhol egy kell egy, egy üres csarnok, abból most... Hol, hol lenne ez van már? Igazság szerint nincs eldöntve, az sincs eldöntve, hogy ez 250-es legyen, 200-as legyen, szétszedhető legyen, tehát vannak arra tervek, hogy hogy legyen pálya. Uh -huh. Tehát az azt mondja, hogy millenárist utána mi ezt elbontjuk és abból egy, ö, én olyan terveket láttam, ami, ami Dubajban megállna a helyét és lehet, hogy ott előbb fel fog épülni, mint Budapesten egyébként. Ö, tehát az, az, egy, az egy hatalmas eredmény lesz, az 2020-ban, amikor majd az akkori kormány átadja, hogy ez egy hatalmas büszkesége lesz a nemzetnek, de addig nekünk el kell kezdeni lépésről lépésre tervezni. Zsolt, hogyan keveredtél te ebbe? Hát ugye egyrészt szeretsz kerékpározni, nem vagy az az öltönyös üzletember fajta, és hogyha arra gondolunk, hogy a kerékpározás, mint szabadidős sport, mint szabadidős tevékenység viszonylag dinamikusan fejlődik Magyarországon, és közben a sportban, az élsportban, a szakágokban, meg sok a panasz, hogy hát nincsen rá pénz, itt van egy ellentmondás. Feloldható? Nem tudom. Én is azért jöttem ebbe az elnökségbe, mert megpróbálom magamat, hát hogyha lehet azt az erőforrást, amiben nem van erre használni. De tényleg ebben a pillanatban én azt gondolom, hogy ez az elnökség arra állt föl, hogy valami újat próbálunk csinálni. Tegnap volt az első találkozásunk, ne is hívjuk ezt ülésnek, átnéztük az elképesztő mennyiségű problémát, amit van, és néhány hét múlva szerintem már talán az első eredmények kijönnek. Na, akkor mi az a legfontosabb probléma, vagy legfontosabb teendő szerinted egy kicsit marketing vagy üzleti szempontból, amit ezzel a kerékpársporttal tenni kellene? Hát pontos az, az, amit elmondtál, tehát míg az utcán egyre többen kerékpároznak, most volt nem régen a kritika, talán kevesebb ember volt, de még mindig 60 ezer ember kint van az utcán, Akközben A közben a kerékpársport egyre inkább leépült. Tehát éppen tegnap a, a Millenárison voltunk, ahol a régi versenyzőktől hallottuk, hogy itt ö, annak idején az volt a, a kihívás, hogy fölkerülje a pályára, mert annyian voltak fönt, annyian kerekeztek ott körbe, tegnap egyetlen csapat, nem tudom, hat embere. Ment. Tehát egyszerűen leépült valahogy az imázsa ennek a sportágnak az elmúlt években, miközben egyre többen használják az eszközt, egyébként sporteszközre is, tehát a mountain bike szakákban lehet látni, hogy a maratonokon növekszik a, a résztvevőknek a száma, nem mindenki versenyző ezek közül, de elindul azért egy 60 kilométeres, nagyon kemény kvázi versenyen, és közben az egész sportágnak az imázsa, ebből következően a, a szponzorok száma, és persze a belerakott összeg meg folyamatosan csökkent. Tehát én azt gondolom, a, a, világ másik felén ez semmiféle problémával nem bír, nekünk is ugyanezt meg kell teremtenünk itt Magyarországon. Már finanszírozásban nem bír. Van nektek kell, hogy legyen szoros kapcsolat együttműködés, Garancsi István, a, a Videóton labdarúgó klub tulajdonosa, megszállott kerékpáros, és a miniszterelnök kerékpárügyi megbízottja a miniszterelnöki biztosa, és elég komoly építési tervekkel. Van én úgy a tudom, kép? hogy Garancsi úr a, szabadidőn... a, a turizmus felé, vagy turisztikai szövetség felé ment tovább, tehát ő, ő nem dolgozik én tudomásom szerint hivatalosan a kerékpár sportban, Hát nem a sportban, ez, ez ugye elsősorban a szabadidős tevékenység. Hát igen, valóság. tehát tulajdonképpen a kerékpárral ugye, leginkább amit én látok, az, hogy infrastruktúrát kell fejleszteni. Tehát, hogyha belegondolunk, én az informatikában élek egyébként a hétköznapokban, tehát a belegondolunk nem terjedtek volna a személyi számítógépek, hogyha nem lett volna mögött egy jó infrastruktúra az internet. Tehát itt is az van, hogy Magyarországon, ami a szövetségnek az egyik első feladata, tisztázni a a, a, helyzeteket, mi hol használhatjuk a kerékpárjánkat. Jelen pillanatban én nem mehetek az országúton egy rengeteg helyen, ahol egyébként tökéletes lenne sportolni. Miközben lehetne edzeni a csapatok. Így van, tehát itt egy magas szintű sportot már most meg lehetne valósítani, de ki vagyunk tiltva. A mountainbikosok az erdőből vannak kitiltva, rengeteg konfliktus van, tehát egész extrém esetek történtek az utóbbi időben a, a sportolókkal. Tehát Gyakorlatilag a garancsi mindenféleképpen mi keressük a kapcsolatot, mert, mert én azt gondolom, hogy egy, egy, egy fontos kulcsember abban, hogy ez, ez a helyzet tisztázva legyen, és tényleg lehessen tudni, hogy ott lehet kerékpározni, ott meg nem. Azt nézzük meg, hogy ha Londonra gondolunk, ezen az olimpián lesznek magyar kerekesek, ugye. hegyi kerékpárba ketten is. Várhatóan ketten. Várhatóan ketten, hogyha a jelenleg nézegetjük a ranglistákat, és országúton is lesz egy versenyző. Igaz? Na most ebből nekem úgy tűnik, hogy a hegyi kerékpárral mintha az lenne a legkevesebb gond, idézőjelben? Abban Én állok a legjobban? Igazság szerint egyik szakággal sincsen különösebb probléma, azon kívül, hogy, hogy rettenetesen alulfinanszírozott. Tehát mi kevesebb, mint azt hiszem Másfél százalékát kapjuk mondjuk összehasonlítva egy Kajakenu szövetsége. Természetesen ott a, a, az eredmények egészen más mutatnak, mint nálunk. Tehát ö, nagy probléma nincsen. Tehát aki kijut az olimpiára tőlünk, a lovas Krisztián valószínűleg, ö, én szerintem föl lehetne húzni néhány tízmillió forinttel ezt a sportot, úgyhogy ne egy legyen egy versenyzőnk, hanem három. Uh -huh. Zsolt, hogyha érzékeltetni tudjuk nagyságrendekkel, hogy alapvetően mennyi pénznek kellene magába a sportákba áramolnia, akkor ez mekkora kihívás, mekkora feladat? Én őszintén szóval nem tudom, tehát még üzleti tervünk sincsen, elfogadott tervünk abszolút. Erre az évre, mondom még egyszer, most ültünk le először, amit a Gábor mondott itt, hogy itt már néhány tízmillió forinttal is rettentően látványos dolgokat lehetne csinálni, ez a valóság ebben a pillanatban. Tehát ki sem mondom, hogy mekkora összeg jut erre a, a sportágra. Ha mondjuk azért, Ahhoz képest, meg aztán amennyiből előállított három darab, várhatóan három darab Olimpikont, talán ez a legolcsóbbik sportág ebben a pillanatban, miközben technikai biztos. eszközökkel dolgozunk. tehát valahogy itt most a fejér tetejére állt a világ, ezt vissza kéne állítani, mindenféle értelemben, tehát nem minden áron csak tartani akarjuk az állam felé a kezünket, hogy jaj, még, hiszen ez egy eredményes sportág, adjanak még pénzt, ha nem azt gondolom, hogy először is az imázsát kéne visszahozni, arra a helyre állítani. Éppen megint mutaljak a tegnapi találkozónkra itt a millenárisan, valaki mondta, hogy az 50 években lovas rendőröket kellett a bejártó mert annyian akartak bemenni a versenyre, hogy ebből problémák. Voltak. Hát most Na, meg... hogyha ugyanez motoros rendőrökkel előáll, <laughs> akkor az oké okay és nem? Így van ez, ez, a ez a cél, a cél. Ez a cél. Így. Urak. Hát akkor ehhez én jó munkát kívánok nektek, és akkor visszatérünk majd megnézzük az első etap után, jó? hogy kín, vagy rajtatok van, nem a sárga trikó. Így van, köszönjük szépen. Köszönöm szépen, közben nézzük meg, mert van itt két bringa és ez a nemzeti színű, hát az elnöké. Ugye? Így van, így van, van rajta még egy kis korona is, egy kormánycsapágy, ez augusztus 20-ára készült egyébként, ez a kerékpár, pont ezért. Uh -huh. ez, erről ez, ezből mindjárt kerékpár lesz, egyőre még úgy tűnik, mintha inkább paralimpiai eszköz lenne. Igen, hát én ezzel közlekedek a városban, autó, messzebbre jövök, városszélén kiszedem, összerakom, és onnantól kezdve ennél praktikusabb eszköz talán nincs is. Nem akarok elküldeni de te most ezt már. Jó. Köszönjük. <laughs> Köszönöm szépen, a hogy itt Köszönjük szépen! Sziasztok!